Számomra nagyon fontos a megfelelő minőségű és rendszeres táplálkozás, mivel egész életemben sportoltam, azóta edzőként dolgozom, és ugyanúgy, ahogy az én pályafutásomat, ugyanúgy a játékosaimnak is rendszeres előadásokat tartunk arról, hogy miért és mennyire fontos a rendszeres és megfelelő minőségű táplálkozás, és ezt a magánéletbe is átvive a kutyáimnál is alkalmazom. Annak ellenére, hogy mindig nagy hangsúlyt helyeztem a kutyáim táplálására, a közelmúltban sajnos volt tapasztalatom az allergiával. Elsősorban csirkére gyanakodtak, viszont az allergia tesztben bizonyította, hogy a csirke nincs az allergiát kiváltó elemek között. Különböző poratkák, házi poratka és ehhez hasonló dolgokra volt allergiás a kutyus. Úgyhogy úgy gondolom, mindenképp megér egy orvosi vizsgálatot, és egy esetleges allergia tesztet az, hogy megtudjuk, hogy a kutyánk mire allergiás, és nem feltétlenül a tápba kell keresni a problémát. Kedvenceink egészségének megőrzése érdekében felelős gazdiként nagyon fontos, hogy őket is rendszeresen elvigyük szűrővizsgálatokra. Attól függően, hogy az allergén, tehát az allergiát kiváltó ok hol érintkezik a szervezettel, kiválthatja a bőrtüneteket, kiválthat légzőszervi, illetve emésztőszervi tüneteket, konkrétan tüsszögést, orrfolyást, köhögést, illetve a gyomor bélrendszer esetében hasmenést, hányást, tehát tulajdonképpen a bélrendszerhez köthető tünetek jelentkeznek. Megterhelő mind a kutyák, mind a gazdák számára, hiszen ha egy allergiás bőrtünet jelentkezik, az konkrétan azt jelenti, hogy a kutya folyamatosan vakarózik, viszket. Ez mind a kutyának, mind a gazdának meglehetősen kellemetlen. Magyarországon van egy olyan vélekedés, hogy a csirkeallergia az egyik leggyakoribb allergiát kiváltók a kutyáknál. Ez nem teljesen így van. Azt kell tudni, hogy az összes bőrbetegségeknek, amelyekkel az általános rendelőben találkozik, kb. 1% az, ami táplálék allergia, és ha az összes allergiás megbetegedést nézzük, annak is kb. 10, más adatok szerint 20% az, amit a táplálék vált ki. Tehát nem ez a leggyakoribb allergiás megbetegedés a kutyáknál, és ha megnézzük a csirkét ezen belül, az összes táplálék allergiáknak kb. 10%-át okozza a csirke, ennél a marha, a tej lényegesen nagyobb arányban vált ki allergiát. Ennek ellenére sokan valóban azt gondolják és azt hallhatjuk, hogy a csirke az egyik leggyakoribb kiváltó. Ennek az egyik oka valószínűleg az, hogy a kereskedelemben kapható tápok jelentős része csirkéből készül, tehát valóban csirkéből etetünk a legtöbbet, és így értelemszerűen nagyobb számban jelentkezhetnek a csirkeallergiás betegek. De maga a csirke, mint fehérje forrás, hiszen ez a kiváltók az allergiáknak, nem az elsődleges kiváltók. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az állati eredetű fehérje források közül a csirke az egyik legjobb minőségű, úgynevezett legmagasabb biológiai értékű fehérje forrás. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden olyan aminósavat, amire az állatnak szüksége van, amire a kutyának szüksége van, azt a csirkében megkapja. Azt kell tudni, hogy az egyéb környezeti tényezők által kiváltott allergiás megbetegedések lényegesen nagyobb számban fordulnak elő kutyáknál, mint a táplálék allergia. Abban az esetben, ha a gazdi allergiára gyanakodik, mindenképpen keresse meg az állatorvost, itt felmerül feltehetőleg majd az allergiás teszteknek az elvégzése, hiszen allergiáról, valódi allergiáról csak abban az esetben beszélünk, hogyha ezt vissza tudtuk igazolni. A táplálkozásról azt kell tudni, hogy talán az egyik legfontosabb befolyásoló tényezője a mindennapi egészségünknek. Ha azt akarjuk, hogy a legtökéletesebben, a leghelyesebben tápláljuk a kutyánkat, akkor meg kell nézni az ő származását, meg kell nézni az ő elhelyezkedését az élővilágban. A kutyákról tudjuk, hogy ragadozók, a ragadozóknak hús alapú táplálékra van szüksége, hiszen ahogy annak idején kimentek a természetben, elkapták a zsákmányt, elfogyasztották a zsákmányból a számukra tetsző, számukra kedvező részeket, értelemszerűen húst, csontot, kisebb részben a gyomorbélcsatornának a tartalmát, megkaptak mindent, amire szükségük volt. Ugyanezt kell most is tennünk, azt adjuk neki, ami az eredeti zsákmányállat összetételéhez leginkább közelít.